Na hát itt van akkor a két játékosunk, és egy kicsit folytatva Laci gondolatmenetét a tegnapi mérkőzésekkel kapcsolatban. Azért Kretonnal, egy Kreton meccséről annyit, hogy itt ugye pont az ellenkezője történt annak, ami általában szokott történni Kreton meccsein, mert hogy a kiszállózása ugye neki nagyon-nagyon jó szokott lenni, az egyik legjobb a mezőnyben. Tegnap viszont ebben volt igazán pocsék, tehát nagyon-nagyon jó volt a tömeg, simán leérkezett kiszállóra, de hát most nem akarok butaságot mondani, de átlag körülbelül 5-6 nyíl kellett neki, mire meg tudott oldani egy leget, úgyhogy ezért volt neki döcögősebb ez a tegnapi meccse, és ezen ő is meg volt lepődve. Na, ennek függvényében nézzük, hogy hogyan sikerült összekapnia magát mára. Igen, egymás ellen 14 mérkőzést játszottak idáig. 2017-ben találkoztak először egy Play-in Championship fordulón, a Johnny Clayton 6-2 arányú győzelmet hozott össze Dirk van Dijvenbode ellen. Találkoztak World Grand Prix-n 2022-ben, ott is Johnny Clayton nyert 2-1-re, egy ilyen szetre ment ez a játék. Akkor World Series of Darts Finals 2022 elődöntőjében a Dijvenbode nyert 11-8-ra Johnny Clayton ellen. A 2021-es World Match Play-en Johnny Clayton 10-7 arányú eredményt tudott összehozni a holland ellenfele ellen. A 2021-es UK Open-en Johnny Clayton 10-3-ra tudta elkapni Dirk van Dijvenbode-t. Előtte az Európa-bajnokságon pedig 10-4-re ugyanígy Johnny Clayton tudott győzni a negyeddöntőben. 8-6 arányú vezetés jelen pillanatban az egyenleg kettőjük között, de így végignézve az összes mérkőzésüket, és hogyha ha megnézzük az összes mérkőzésnek az átlagát, tehát az összátlagát, az úgy néz ki, hogy 95-52 Dirk van Dijvenbode átlaga, és 98-25, tehát majdnem 100 Johnny Claytoné. Ezért mondom, hogy mind a kettőjüknek föl kell húzni a nadrág szárat ezen a mérkőzésen, mert általában a legjobbat hozzák ki egymásból. Két tripla érkezik, úgyhogy kiszállón van a holland. Hátsó pályán egy jó százasnyi előnye van, Clayton viszont megérkezik 140-nel. 105-re pontosan. Meg lehet oldani 140-et, mindjárt egy első körben hátsó pályán. Nem lesz megoldva, mert nincsen tripla 20, már csak egy szép kerekítés lehet, mondjuk 100-zal 40-re például, de az sincsen, 80 pont maradt. Na, a 105 nézzük, mennyit változott a kiszállója Johnny Claytonnak tegnap óta. Tripla 20 megvan, 13 és dupla 16. Kis meg, az egy nyíl most nem volt elegendő. Egy vagy két nyíra lesz a duplára Dirk van Dijvenbode-nak. Egy. A dupla 20 kellene a végén. Majdnem besakadt. És nincsen, nem tudta kiemelni rendesen. Na, akkor most itt van újabb három nyíra Claytonnak. Dupla 8. Hát nem tudott javítani. Nem bizony. Dupla 10. Dupla 5. És az sincs. Húha. A hetedik körben járunk. És na, most megvan. Nagy hátrányban volt Clayton. Megköszönhetik egymásnak itt kölcsönösen, hogy nem tudtak kiszállni. Ezt nem végül Clayton megoldotta. A tavalyi évben itt a Chad Arts Open-en Clayton már a szombati meccsét elveszítette nagy meglepetése Hozi Hustisi ellen. Hiába volt 100 pluszos átlaga. Ami pedig Dirk van Dijvenbode-t illeti, az első meccsét még nyerte Sedlacek ellen, és aztán ebben a szakaszban, tehát a nyolcad döntőben búcsúzott. Kettő bőtripa benne van, 121-re. Nem, 180! Annyira sarokra tökte mind a hármat, hogy én azt hittem, hogy egyes lett a harmadik. 135 a válasz vissza. Szívesen megnézném másik kamerállásból ezt a 180-at. Tripla 5 lett belőle. A magasság megvan, csak egy kicsit elszórta. Na itt van, tessék. Ennél
csücskösebben nem lehetett volna azt oda behelyezni. Oda volt a három lukas ingombot rendesen. Na hát nagy különbség kettejük között, hogy Evenbode kiszállón van ezzel a 170-essel, Creighton viszont a 165-tel nem. Bár még így is tehet magának egy szívességet, mert hogy a holland nem dobott triplát. 13-as, úgy van, maradt a 32. George Noble-től egy kisebb hiba, de aztán gyorsan javította magát. És a dupla 18 nincsen meg a végén. Volt nyila megint Dirk van Evenbodénak, hogy megoldja ezt a leget. Ehhez képest Johnny Clayton 13 nyillal elviszi hátsó pályán, és 2-0-ra vezet. Na, erre a legre tudott már alakítani a kiszállón a holland nem. ...85-ös a kezdés. ...140 Claytontól. Kiszállón van itt Johnny Clayton. Hát, Evenbode egészen biztosan nem fog oda kerülni. Nyilván itt a bevonulásnál is látszódott még, hogy nincs tökéletes állapotban a ominózus balesete után. Ugrálni még mindig nem mer, meg felszaladni a lépcsőkön. 96-tal 40-re kerekít Johnny Clayton. 99 kell legalább Evenbodénak, de dobja a kettő triplát, 180! Szép-szép, de valószínűleg későn érkezik. Mert hogy ezt is elviszi 13 nyillal Johnny Clayton. Na azért ő feltekerte a játékát rendesen az elmúlt két legben. Igen, ahhoz képest, hogy 5 nyillal adotta meg az első kiszállóját, a második kettőt már 1-1 nyillal csak. Igen, 19 nyillal lett meg az első leg Claytonnak, és onnan sikerült két leg alatt felhúzni az átlagát 100 pluszra. Százas a folytatás. Ott egy tripla 20 ismét. 240. Egy potenciális négykörös fogyasztás Johnny Claytontól. 77. Ott egy tripla ismét. 12 nyíllal be lehet fejezni ezt a leget. ...96-tal 170 érkezik Evenbode, de 121-re Johnny Clayton, egy tripla 20, ott van, egy 11-es, tripla 11, megvan, dupla 14, az is! Hát most már nem hibázik, akkor csak vissza az egész, mégiscsak tudott javítani a kiszállózásán is tegnap óta. Csak meg volt illetődve az első. Igen, az első, olyan ő, hogy persze, nincs ehhez hozzászokva. De tényleg azért benne van néha a pakliban, hogy Clayton az első egy-két leget még nem igen, azzal a szinten hozza, általában az tud. A játékos, aki a mérkőzés második fél idejében jön rá, hogy tulajdonképpen dárcozni jött, és áll neki. 180! A legjobb leg volt az előző négy körre átsó pályán.
Negyedik nyíl. Ötödik nem jön. Miért kellett leváltani? Lehet, mert azért, mert a 144-et jobban szeretünk, mint a 141-et. Lehet. Átcsúszik az ötösbe. Kettő is átmegy az ötösbe, úgyhogy ez csak így 80. Most vannak fej-fej mellett, de hát még csak Neven Bode most érkezik erre a és körre. És ismét triplával. Második is benne. Ó, kipattan a harmadik, pedig ott a helye a tripla 20-ban látszik. Soft megadja. Egyre érkezik meg Clayton. Meg kellene oldani a 102-t. Dirk van Nieuwenbode-nak. Jön a tripla 18. 16-os is megvan, és a dupla 16 a végén már nincs. 81. Megvan a tripla 19. Az első hiba az utóbbi legekben a duplán, és rögtön követi a második is. Szépített akkor most dupla 16-on Nieuwenbode. Meg is oldja. Egy brékkel jön vissza 4-1. Száznyolcvan! Megint tökéletes körrel kezdi el a leget a holland. 100 pont. Ismét 100 pont. Jön a tripla. Szépen Nieuwenbode-nál. Ez is jön. 140. A kiszálló van így 81 ponton. 140 kell legalább Johnny Claytonnak, hogy ő is kiszálló legyen. Az meg is jött 161-en. Várja lehetőségeit. És van is neki lehetősége. 32-re tudod csak kerekíteni Nieuwenbode, mert elrontotta a 12-est. Jó a tripla 20, tripla 17, az nincs meg. És 24-et hagy magának Johnny Clayton. Az előbb meg volt a dupla 16. Most annyira nem sikerül, harmadjára is rá kell dobni. És most az megvan. 4-2, egymás után két leget nyer most a holland. Átmegy a tripla 5-be Clayton első nyira, a második jó helyen van. 135-tel kezd így az LC. Na és akkor most megint kellene egy olyan kezdés Dirk van Nieuwenbode-tól, mint az elmúlt két legben. Az ugye 180-as volt, most hátsó pályán erre rá van kényszerítve. Az nem lesz meg. 96 csak a dobás. Jelenleg 107-28 Johnny Clayton és 95-96 Dirk van Nieuwenbode átlaga. 134. Próbálja lopni a távolságot Nieuwenbode. Itt ismét jön egy 135, és 150 ponton várja a következő kör Johnny Clayton. Minimum 101 pont kellene Nieuwenbode-nak. Szép, 139-el, 132-re jön le. Mind a kette nem három kör kiszálló. Után kiszállón, de Clayton majd maximum jó lekerekíteni tud, de még azt sem mondanám csak igazán jónak. Nézzük a bult. Tripla 19. Nem jön, rádobhat a 90-re Clayton. Megvan a tripla 20, dupla 15. Na még egyszer dupla 15. Az már megvan, 5-2.
megvolt az esélye Mirfan Leuvenboldénak, hogy kiegyenlítse. Hoppá, itt valaki már azt hitte, hogy vége van a mérkőzésnek, de még nincsen. Jó, van, jót nevetnek ők is rajta. Mennyire zökkentette ezt ki a holland játékost. Annyira 124, egyáltalán nem. Igen, nyújtottak egymásnak a kezéket, és azt hitték készfogás van. Közben csak lepacsizott kiszállóval. 96. Rápillantva az átlagra, azért meg kell említeni, hogy Johnny Clayton 105,6 százados átlagon van jelen pillanatban. 60. És még dob két triplát Diamond, és ő is felkerül 100 fölé. Egy már benne van. Kettő is. 140. Gyerdig a nap teljesítménye Espinalé. Neki majdnem 106-os volt a kör átlaga a végén. Hát Clayton az ő teljesítményét próbálja felülmúlni. 180! Ez nagyon szép, de nincsen kiszállón. Nem jön a dupla-dupla a tripla 17 után, pedig milyen szép kiszálló lett volna. Azért így is vissza fog térni, mert itt tényleg 166-ról ezt nem fogja tudni megoldani Clayton. Szép kerekítés még jöhet, jön is. Bizony 32-re. Dupla 20 az 5-3-ért. Dupla 10. Dupla 5. Az viszont benne van. És mindig nem mondanám olyan nagyon jónak a kiszállózását Van der Leuvenbodénak, de már sokkal jobb. Ha levesszük azt, amit az elején szenvedett, akkor az elmúlt három legben már 50%-os a kiszállózása. De hát nem tudjuk levonni azt az elejét, mert ott azért ő is szenvedett rendesen. Azt is ő csinálta. Így van. Sőt, még jobb. Tehát egyelőre Claytoné a legjobb mai átlag. 57 csak a dobás. A 85-re jön le 9 nyíl után Johnny Clayton. És 6 nyíl biztosan van. 121, 303, 283 a maradék. Ne nézzük ezt a 85-öt. Nem jön a tripla 18. 32 maradt. Ilyen bullos útra nem kellett rámenni, úgyhogy nem volt sehol Dirk van Leuvenbold, de sőt, még mindig nem lesz sehol. De még mindig 6 nyila van Claytonnak a 32-t megoldani. Ebből 3 mesnyilat most láthatunk. Dupla 8-on. Még mindig dupla 8-on. Nem oldja meg. A mérkőzés megnyerése azért annyira nem forog kockán. Az átlag az romlik. 60. Igen, így már nem lesz az övé a legmagasabb átlag. Negyedik nyíl. Ötödik. És nem a hatodik nyíl sincs meg. A legelsőleg is ugyanígy alakult az ő szempontjából. Tripla 18, az kell. Ott van, bulla lehet hozni. Nincs meg. Olyan arcolt Claytonnek, hogy igazán megdobhattad volna. Legalább nem kell annyit szenvedni. És a 8. mérkőzésnél csak megjön.